Mehet. Na, kinyithatom a számát? Az unboxing videó. Most szembesülök először az új levezünkkel, meg a kézműves csomaggal. Wow! Ez egy maga, úristen, azt hittem, hogy csak egy pár lap. És ez egy teljes, hány oldal? Legalább van benne egy poszter. Dupla poszter. Dupla poszter. Igen, kívül, belül, fantasztikus. Ez nagyon szép munka. Interjú, itt egy velem. Interjú Barbara Attilával. Interjú Vigivel. Interjú Grever Sorsa, akkor dupla plakát, csomó fotóval. Interjú Hangyával. Interjú Keresztes Viktorral. Minden van itt. De ez az interjú a Főnix RT-vel. Ez rengeteg. Én azt hittem, hogy ennek legalább a fele lesz. És ráadásul itt van a gyakorlatilag egy kis puska nekem, hogy mi az a kézműves csomag, vagy mik vannak. Először is a levez, ezt most láttam először. Küldtétek, ahogy a kiadó munkatársai elküldték nekem, hogy így tartják a kezükbe, de én még nem tartottam a kezem, úgyhogy kibontok egyet. A true unboxing. Nézzük. Szép lett, szép matta borító. Nagyon-nagyon szép. Hát ez gyönyörű. Szerintem ez a legszebb eddig. CD. Nos, egyébként már a Viktor nyilatkozott, hogy ő szerint, nem is tudom, hogy mi, hogy szerintem agydarabok, de igazából az van, hogy mi magunk sem tudjuk, hogy mit tartom az üveg. És pont ezt nyitva is hagytuk ezt a kérdést, mert elkezdtük rávágni, hogy mi van benne szerintünk, és mindenki más mondott, úgyhogy ez egy misztéri, tehát nem tudjuk. Na, és akkor csodálatos a dizájn, és itt van benne egy buklet, ami szintén nagyon, de mivel hogy elég sok dal van, tehát 13 dal került a lemezre, 45 perc a játékidő, egy pár másodperc rövidebb, mint 45 perc, tehát ez egy klasszikus, ilyen régivágású, hosszú lemez, amiből mostanában kb. A fele a divat, tehát ilyen 20-25 perces lemezek, és ezért itt van az összes dalszöveg. Pont a Barna lemezen nem közöltük a dalszöveget, és kritika ért bennünket, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most ezt a csorbát kiköszönjük. Úgyhogy itt van az összes dalszöveg, fotó, ez egy 16 oldalas buklet. Csodálatos, nagyon tetszik. Igen. És a kézműves, különböző merch termékeink vannak, amik tök újak. Ez benne van a kézműves csomagban, ugye? Ez nincsen, de ez attól még megmutatom, megrendelhető szintén. Ez egy hűtőmágnes. Én bárhol jártunk a világon, mindenhonnan hoztunk, úgyhogy ez tök jó fog a hűtőben mutatni. Akkor egérpad. Nagyon szépen, kettő fajta, ez visszatartalmazza, azt hiszem. Nem, ez se. Várja, meg kell néznem. De fantasztikus egérpad. Én nem használok egérpadot, mert laptopon tolom, és tehát valaki ketté oszlik a társadalom, vagy valaki használja azt a tolókát, a szándékot, valaki meg egérpadozik, azoknak nagyon jó fog jönni ez. És szintén egy csodaszép dizájn. A pólók, ez viszont biztos, hogy tartalmazza a kézműves csomag. Régóta szerettünk volna egy olyan pólót, aminek a hátán van a lényeg. Itt elő van egy ilyen kis kézműves Junkies stempel, és a hátán van. Szintén kitűnő kivitel, nagyon jó minőségű. De emellett ez tartalmazza a kézműves csomag, és egyébként meg a pendrive-ot is, ami most nincs előttem, de hamarosan az is érkezik. Holnapig meg lesz, és az tartalmazza a kézműves csomag. Ez egyébként újdonság, nekünk még itt pendrive-on így nem jelent meg semmi, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. És egyébként még kapható ez a úgynevezett hoodie, amit alig várok, hogy viseljek én is. A póló mintájára elő egy ilyen kézműves templi. Zsemek is vannak, fantasztikus. És hátul a lemezborító. Én le vagyok nyűgözve. Bocsánat, még a fantasztikus pasztartót még kifelejtettem. Anélkül nem virág a világ, nem mehettünk volna tovább egy lépésre. A pasztartót nem mutatom meg. Fantasztikus az is. És
én nem vagyok nyűgözve, minden nagyon szép kivitel lett. Tehát úgy értve, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezen a lemezen, nem csak mi, hanem a kiadó, meg rengeteg ember, aki tervezte, meg gyártott ezt az egészet, és mindenkinek fantasztikusan elégedettük a munkájával. Ez egy szép munka. Úgyhogy november 12-én pénteken jelenik meg a lemez, rendeljétek meg, vagy vegyétek meg, mi megtettük mindent, mostantól rajtatok a sor. Köszönöm szépen a figyelmet!